Óbecse község ifjúsági irodája az idén ismét megszervezi a hagyományos humanitárius kosárlabda bajnokságot, amelyre várják a csapatok jelentkezését. Az utcai kosárlabda mérkőzést, illetve tornát hetedik alkalommal szervezi meg Óbecse község ifjúsági irodája, tehát mondhatom, hogy komoly múltra és hagyományra tekint vissza. Ezúttal is jelentkezhetnek csapatok nem csak Óbecséről és környékéről, hanem egész Szerbiából, illetve sűrűn vannak csapataink Vajdaság különböző részeiről. A bajnokságot július 2. és 4. között tartják meg. Az idei évtől a rendezvényes sokkal jelentősebb szerepet is kap. Ez a sportrendezvény Slobodan Malesek Bobica nevét fogja viselni, aki egyrészt Óbecse Község ifjúsági irodájának nagyon jó barátja és kollégája volt évekig. Nagyon nagy szíve volt, és mindig próbált segíteni másokon. Abban a pillanatban, amikor neki volt leginkább szüksége a segítségre, ő lemondott arról az összegről, amit neki gyűjtöttünk össze az ő kezelésére, azért, hogy óbecsei fiatalok, illetve gyerekek gyógyítására fordítsa. A szervezők elmondták, hogy értékes ajándékok várják majd nem csak a versenyzőket, hanem a közönséget is a versenyen. A csapatok jelentkezéséből és az adományokból befolyt pénzt pedig az óbecsei beteg gyermekek kezelésére ajánlják fel.